Köszöntöm a Paletta magazinban, amennyi nézőit. Mai adásunkban a klasszikus zene kerül majd a középpontba. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Major Istvánt, a Herman László Kamara Zenekar művészeti vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Nos, hát koncertre készülnek, hiszen vasárnap 19 órától várják majd az érdeklődőket a Ciszterci templomba. Mit lehet tudni a repertoárról? Hát én úgy gondolom, hogy kicsit különleges lesz a koncertünk. Mindig törekszem arra, hogy valami vezér motivum legyen, ami különlegességnek számít. Tehát ebben az esetben a címadó darab, a Da Pacem Domine, Adj békét Uram. Ez tulajdonképpen bemutató lesz oly módon, hogy Árvo Pärt darabja, először is mondom, egy ma élő észzeneszerző, aki elsősorban szakrális műveket ír. Tehát majd nyugodtan mondhatom, hogy 80-90%-ban egyházi művek. Ez részben a nyugati római katolikus keresztény egyház, részben a keleti keresztény egyház részére. Mind a két egyházzal nagyon szoros kapcsolatban van, ennek a két egyháznak a tematikáját dolgozza föl. Ebben az esetben ugye Adj békét Uram, ezt tulajdonképp ő eredetileg 2004-ben kórusra írta. Hát van egy szomorú kapcsolódás a dologhoz, ugye hát az ember rögtön rá gondol, hogy Adj békét Uram, hogy a meghaltakra gondol az ember, hogy örök nyugodalmat nekik. Amikor volt a párizsi terrortámadás előtt egy-két évvel, akkor a francia rádió megszakította adását, és ezt a darabot adta a rádió kórus előadásában. Na most nem ez, ami motivált. Később, két év múlva ő ezt átírta a Vonós zenekarra is. Én erre rátaláltam, és sikerült megszerezni kintől, úgyhogy véleményem szerint ez Magyarországon most először fog itt elhangzani. Egy gyönyörűséges, lelket gazdagító darab. Amikor utána olvastam a zeneszerzőnek, akkor azt is olvastam róla, hogy őt alapvetően a gregorikán énekek is inspirálják. Ez is egy ilyen különleges védjegye. Így van. Tehát egy kicsit úgy 21. században író zeneszerző, aki visszanyúl több száz évet. Tehát a zenéjében valahol ott lappang mindig a régi idők, itt-ott valami mai eszközöket igénybe véve, mai, hogy úgy mondjam, írásmódot igénybe véve, de valahol ő mindig a régieknél megmarad. Ez őt inspirálja, több művével foglalkoztam, és itt még egy darabja el fog hangzani, ez pedig a Vater Unser, a mi atyánk német nyelvi változata. Ezt 16. Benedek pápának írta 2011-ben, amikor a pápa ünnepelte a papás szentelésének 60. évfordulóját. Ennek a bemutatója Vatikánban volt akkor, és ő is részt vett ezen. Tehát ez a két érdekesség van, de mondhatom azt, hogy lesz itt más is. Ugye az hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Mozart lesz, hát ez nem olyan érdekesség. A Mozart mindig érdekesség. Mozart egy olyan örökértékű zeneszerző, akit megunni, félretenni nem lehet. Az mindig ünnepnap, ahol Mozart szól. Mi egy Mozart hegedűversenyt fogunk itt bemutatni Fehér Csaba fiatal hegedűművész tolmácsolásába, aki 3 éve végzett Szabadi Vilmos hegedűművésznél, professzornál. Tehát lesz egy Mozart, de lesz Mozart C-moll miséből egy ária, a Laudamus T, Kersák Edina előadásába, aki viszont a Magyar Állami Operaház kórusának tagja. Aztán lesz Mahler és Verdi is, mert amikor nézegettem ezt a beharangozó kis kiadványukat magáról az estről, akkor egy ilyen nagyon érdekes, dinamikus ív rajzolódott legalábbis bennem fel, hogy tényleg egy mai kortárs Mozart, Mahler és Verdi, tehát ez egy nagyon-nagyon ívelt este lesz. Én nekem az a véleményem, hogy nem ütik ezek a darabok Mozartot. Tehát nincs olyan, hogy ütközés van, és hogy jön a kettő egymás mellé. Hát az Árvo Pärtről az előbb már beszéltem. Verditől a Ave Maria fog elhangzani az Otellóból. Ugye templomba vagyunk, tehát ez pontosan itt nagyon jól előadható. És így el is mondtam a 3 áriát, amit Kersák Edina fog énekelni, az egyik ugye az Árvo Pärt, a másik a Verdi, a harmadik a Mozart.
És ezen kívül lesz még egy érdekesség, a Mahler Adagietto, amelyik Mahler 5. szimfóniájának a 4. tétele. Ez vonósokra és hárfára íródott. Csodálatos mű. Hát erősen kell mondjam, hogy Fehérváron még nem hangzott el. Ez biztosra veszem, hogy az elmúlt 100 évben ez nem volt még. Úgyhogy most fog elhangzani először. Hát ez megint egy olyan különleges pillanat, hogy akik ott fognak ülni a templomban és hallgatják, egy varázslat születik meg. Ha jó előadásba sikerül előadnunk, akkor valóban egy varázslat születik meg. Nagyon érdekes, ez ma egy önálló életet él a szimfónián belül. Szimfóniák általában úgy vannak Beethovennél, Mozartnél, Haydnnél, bárkinél, 3 tétel, 4 tétel, 5 tétel, és ezt egybe játsszák el. Ugye? Itt van egy érdekesség, hogy ezt az Adagietto 4. tételt kiemelték, és játsszák külön. Annyira, hogy a kiadók is rákaptak, hogy külön kiadják ezt önálló műként, az Adagiettót. Így sikerült ezt is megszerezni, mert ugye nyilván az egészet nem kívántam megvásárolni, ezt az egy tételt sikerült megvenni. És még egy, amikor ő ezt írta 1905-ben, az első angliai előadása a műnek, tehát a szimfóniáról beszélek, nem úgy történt 907-ben, hogy az egész szimfónia ment, hanem csak az Adagio. Csak azt az egy tétel. És utána 35 évet kellett arra várni, hogy Angliában megszólalt az egész mű. Biztosan, hogy egy különleges élményen lehetnek majd részesei mindazok, akik a Cister templomban ellátogatnak. Ez egy azért mondhatjuk azt, hogy az akusztika is biztos, hogy hozzátesz. Az biztos. A ciszterci templomnak egyébként is, minden templomnak, de ennek különösen szeretem az akusztikáját. Szóval, hogy mondjam, valamennyi visszhang van, de amennyi éppen kell és egészséges. Mert vannak olyan templomok, ahol nagyon-nagyon nagy a visszhang, és emiatt problémás a darabok előadása, itt viszont nem. Különleges élményre számolhatnak. Amikor összeállította ennek az estnek a programját, akkor mi volt az, ami motiválta? Ez az Agyuram cím, ami mindegyik darab valahogy ehhez beköthető, hiszen hogyha egy templomban hallgatunk fantasztikus dallamokat, akkor valahogy megtalálhatjuk a békességet is, legalábbis véleményem szerint. Szóval az igazság, amikor egy koncert ugye elkövetkezik, hogy azt mondom, hogy valamikor 2 hónap múlva lesz egy koncertünk, akkor valami beugrik egy bizonyos vezérdarab. Hát most itt ebben az esetben megmondom őszintén, a Mahler és a Zárópert ugrott be. És akkor ahhoz keresek társakat, hogy úgy mondjam. Na most ez, hogy vázlata a koncertnek mi, ez legalább 3-4-szer megváltozik, mire odaérek, hogy kész. Szóval rengeteget rágódok rajta, hogy így mondjam, és valamikor jön egy új szempont, akkor ezt kiveszek valamit, beteszek valamit. Szóval ez nem egyszerre, ez érdekes, olyan, mint egy alkotás, pedig nem alkotok semmit, szó nincs ilyenről. Mégis valami úgy érzem, hogy legyen valami kapocs, vagy legyen valami vonzás, vagy valami összetartozás ugye a darabok között. Szóval ne csak úgy, hogy valamit kiveszünk a polcról, és akkor játsszuk el ezt. Szóval én ezt soha nem szerettem. A vendégművészekről már ejtettünk néhány szót, de mégis hogy mutatná be őket a fehérvári közönségnek, hiszen a kamarazenekart ugye nem kell bemutatni itt Székesfehérváron, nagyon kedvelik önöket, de a vendégművészekről mit kell tudni? Fehér Csabáról azt tudom elmondani, hogy most már ő egy ideje jár hozzánk, mint koncertmestere a zenekarnak. Egy éve, amikor volt a közel egy éve a Abanovák kiállítás záró rendezvényének a koncertje, amire bennünket kértek fel, akkor már ő volt a szólista és a koncertmester, utána volt egy Kodály koncertünk, Kodály emlékév keretében, ott is ő volt a szólista és koncertmester, ezúttal ismét ő játszik több helyen, Budapesten is, a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekarban játszik, szólózik, tehát egyelőre még nincs kikristályosodva, hogy pont hova teszi le a voksot, és hozzánk is jár, amire büszke vagyok, mert egy kiváló hegedűs sikerült megnyernünk. Kersák Edinával ugyanígy van, hogy már többször koncerteztünk együtt, mint szólista énekes, és most ismét van egy lehetőségünk, ő az Operaházba dolgozik már évek óta, szólózik is szintén, és az opera kórusba énekel, nagyon szép hangja van, és örülök, hogy közöttünk üdvözölhetem.
amikor összeáll egy program, akkor dönti el azt, hogy kik lesznek majd a vendég művészek, akik meghívást kapnak az estre? Ez is így ilyen folyamatosan alakul? Vagy már az elején tudja, hogy na, őket hát, szeretnék vendégül látni? Picit ugyanazt tudom mondani, mint a műsorral kapcsolatban, hogy ez is olyan, hogy vannak szempontjaim olyan értelemben, hogy azt mondom, hogy templomba vagyunk, legyenek valami szakrális áriák, ugye? Na most ahhoz énekes kell. És akkor azt mondom, ki alkalmas erre, ki nem alkalmas erre, ki másra alkalmas. Van olyan, aki nem templomba, világi helyszínen kiválóan fog énekelni. Ő ebbe a szférában nem biztos, hogy jó. Viszont van olyan, aki meg itt nagyon jó, vagy itt is nagyon jó. Tehát ezt választom ki, aztán próbálok arra is rámenni, hogy a zenekarunkból aki olyan alkalmas művész, fiatal művész, mert vannak ilyenek, kapja lehetőséget. Szóval a zenekarnak az egyik alapvető célkitűzése, ez most már évtizedek óta, hogy a fiatalok pályára segítése, tehát egy frissen végzett művésznek lehetősége legyen egy hegedű versenyt, egy cselló versenyt, egy obol versenyt bemutatni velünk. És ezért ők nagyon hálásak, mert az élet nem kényeztet el senkit ilyen téren. Mondhatjuk azt, hogy akkor a zenekarnak kvázi az utánpótlás nevelés, egy kicsit a tehetséggondozás és a célkitűzései közé tartozik? Pontosan, úgyhogy nem is tudok mit hozzáfűzni, mert amit ő most mondott, ez szóról-szóra ez az igazság. Rendszeresen biztosítanak is akkor lehetőséget az ifjúaknak. Igen. A zenekari tagok közül kik fognak most fellépni ezen a vasárnapi napon? A teljes kamarazenekar ott lesz, vagy erről mit lehet tudni? Hát most ugye teljes kamarazenekar lesz, sőt, vendégekkel, mert négy fúvós is csatlakozik hozzánk, akik egyébként nincsenek nálunk, és egy hárfaszólista, akit Pestről hívtam, egy fiatal hárfás, aki ezúttal kellett hárfás, megmondom, hogy nagyon ritkán használunk, nem azért, hogy nem szeretem. Hát azok olyan művek már, ami bonyolultabbak ebben az esetben, és bonyolultabbak olyan értelemben is, hogy a létszám igénye nagyobb. Tehát a zenekar létszám igénye, amiben már hárfa van, ott már sok minden más is kell, ezért a sose kerül szóra. Most ez egy kivétel, most itt sorra kerül az is. Mennyire tartalmas a zenekarnak a koncertnaptárja, hogyha valaki esetleg valamiért vasárnap nem tud ellátogatni a Cisterci templomba, akkor hol találkozhatnak legközelebb önökkel? Hát most ezt előre nem tudom megmondani, mert most ez a koncertünk lemegy, és egy kicsit nyári szünetet tartunk. Már csak azért is, mert Fehérváron, hát ez egy öröm, amit most mondok, hogy nagyon nagy a koncert élet nyáron. Ugye a Harmonia Albensis, királyi napok, stb. Nem sorolom föl. Tehát ide közé nem is biztos, hogy szerencsés lenne egy újabb koncertet nekünk betervezni, inkább majd őszre tartalékoljuk ezt. De hagyományosan önök is koncerteznek folyamatosan minden évben, hiszen láthatjuk a program menetrendet, hogy folyamatosan ott van a kamarazenekar is. Így van. Hát ez tulajdonképp két összetevője van. Az egyik az, amit mi magunk tervezünk. Ezek nagyon sokszor ünnepekhez kapcsolódnak. A másik az, hogy meghívnak, fölkérnek bennünket, akár Fehérváron, akár Budapesten. Például most szoros kapcsolatban vagyunk a Szent Efrén férfi karral, akivel tavaly két alkalmunk volt itt Fehérváron és a királyi napok megnyitóján is együtt dolgozni, és most velük tervezünk egy budapesti közös koncertet, ami össze fog megvalósulni. És hogyha már a Szent Efrén férfi kart említett, őket ugye nemrég láthattuk is itt Székesfehérváron a Múzeumok éjszakája keretében, szintén egy templom, mégpedig a szerb templomba léptek fel. Igen, igen. Ugye ez most volt. Ez most volt, igen, szombaton. Múlt hétvégén szombaton. Igen, egy kiváló koncertjük volt. No, hogyha már a távlati terveket nézzük, akkor a zenekarnak milyen jövőt tud elképzelni? Hát a zenekarnak a jövője nagyon érdekes, és mindig is érdekes volt. Szóval itt ugyanaz történik most már 30 éve, mert egyszer csak fölnőnek, és valamilyen útirányt vesznek, vagy úgy, hogy családot alapítanak és máshova költöznek, vagy úgy, hogy fölkerülnek Budapestre, külföldre, ide-oda, és akkor alulról jön valami utánpótlás. Na most ez a beépülés, hála Isten, úgy történik, hogy azért egy csomó régió ott van, akik közé, például itt ugye a Fehérvári Zeneiskolának a középfokú évfolyamaiból, a konzervatóriumból, hogy így mondjam, onnan mindenki itt kap zenekari gyakorlatot. Hát itt hol kevesebben vannak, hol többen ezek a hallgatók,
attól függ, hogy hogy áll az iskola, de lényeg az, hogy ők itt kapják. És nagyon sok közülük visszajár később is, már Budapesten tanul, de ezért visszajár ide próbál, megszereti ezt a légkört. Szóval nálunk két dolog az vezérmotívum, én ezt mindig a próbákon is elmondom, nem mindig, de hát gyakran. Az egyik az, hogy az egymás iránti szeretet, tehát egy jó légkör. Mindenki mindenkit szeret. A másik a jó zene. Mi kell még? Akkor ez egy örömzenélés? Mondhatjuk ezt? Folyamatos, professzionális örömzenélés. Mert hála Istennek elmondhatom, hogy rossz hangulattal itt soha nem megy el senki a próbáról. Most próbaidőszak van, gondolom én, a vasárnap miatt is. Hát gyakorlatilag minden nap próbálunk. Mert hát szeretnénk ezt, akkor nagyon bonyolult mi a Mahler, hogy ezt kihangsúlyozzam. Ezzel nagyon-nagyon elmélyülten feladatnak adtam a zenekarnak, hogy mindenki üljön le. Ma ugye kiváló technikai lehetőségek vannak, a YouTube-on ezt Karajánnal vagy Bernsteinnel hallgassa meg, de úgy, hogy zárja be az ajtót, csönd legyen. Előtte 2 percig szálljon magába, és akkor kapcsolja be, és most figyeljen oda. Közben semmi mással ne foglalkozom, csak a zenével, és akkor így jöjjön el a próbára. Hát én azt gondolom, hogy már csak így, amiket elmondott az alapján is, vasárnap biztos, hogy egy fantasztikus élményre számíthatnak mindazok, akik el tudnak látogatni a Cisterci templomba. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy maradjanak velünk. Tovább megyünk még pedig, ha már a klasszikus zenénél tartottunk, akkor maradjunk is ott. Itt már érintőlegesen a Harmonia Albensis programsorozatáról és a muzika szakráról is szót ejtettünk, jöjjenek most a részletek. Marosvári Péter orgonaestje, az In Medias Res részfúvós kvintett, Miklós Erika és Karosi Bálint közös hangversenye, és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, az Alba Régia Vegyeskar, valamint a Primavera Kórus szerepel az idei templomi hangversenysorozat repertoárjában a júliusi hétvégéken. Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója elmondta, a sorozat kapcsolódik a barokk évhez, ezért 2 koncerten is megjelenik ez a stílus. Az In Medias Res műsorában természetesen ezek átiratok, tehát a barokk szerzőknek egy áthangszerelt, műveinek áthangszerelt változatát hallhatja a közönség. A Barokk nyomában című koncerten pedig Johann Sebastian Bach brandenburgi koncertje hangzik el például. Itt hangzik el Karosi Bálintnak a koncertója Vivaldi nyomán, illetve Miklós Erikával szintén egy Bach kantáta, ami szóló szoprán énekre íródott. Az első templomi koncertnek a Szent Imre templom ad otthont július 5-én 19 óra 30 perctől. Marosvári Péter fehérvári származású, de Finnországban élő orgonaművész különleges és változatos estel ajándékozza meg a közönséget. Az első legöregebb zeneszerző a koncertben Johann Sebastian Bach, aki 1685-ben született, a legújabb pedig majd a koncert záró darabja lesz egy Barbara Dennerlein jazz szám, Barbara Dennerlein pedig most élő, nagyon világhíres orgonaművész, valamikor Fehérváron is játszott, ha jól emlékszem, 2003-ban, és neki egy sípos orgonára írt jazz darabját fogok előadni. De ezen kívül közben Bach, Mendelssohn, francia romantikus zene, és egyházi népénekekre írt jazz preludiumok is elhangzanak a műsorban. A Harmonia Albensist követően sem maradhatnak kuriózum nélkül a komoly zenekedvelői. Augusztus 12-én a Nemzeti Emlékhelyen idén újra egy Rossini művet hallhat a nagy érdemű a muzika szakra programjában. Breyer Éva alpolgármester a két zenei program kapcsán elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a Harmonia Albensis és a muzika szakra évek óta jól megfér egymás mellett. Ma már 16. éve, hogy a Harmonia közönsége
nem hogy kitart, hanem egyszerűen várja, hogy végre jöjjön ez a július, és elinduljanak a koncertek. És hát most az idei tartalmat nézve, tényleg Bachtól, Mozarttól kezdve a kortárs zenéig. És Marosvári Péternek köszönhetően, akinek az első koncertje lesz, aki székesfehérvári, bár ő nem itt él ma már a városban, de a családja még ma is itt él, és nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon örülök, hogy Marosvári Péter most újra fellép itt nálunk Székesfehérváron, mert ez hosszú éve nem történt már meg. Pont a finn életének köszönhetően hoz egy finn kortárs zeneszerzőt is, és emellett jazzt is. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett, nagyon izgalmasan összetett, nagyon kedves kis koncertsorozat lesz. A szervezők elmondták, idén is kedvezményesen vehetnek részt a koncerteken a Harmonia Albenzis bérlet tulajdonosok, hiszen 30% kedvezménnyel válthatnak muzika szakra belépőjegyet. És a hétvégével is foglalkoztunk már itt a Paletta híradóban is, és a Paletta magazinban sem mehetünk el a Tűzzel Vassal fesztivál mellett, amely ezúttal is sok száz érdeklődőt vonzott a székesfehérvári skanzenbe, a Rácz utcába. Nézzük meg, hogy mitől volt olyan érdekes és izgalmas ez a program. Sőt, még az utánpótlás kérdése is szóba került, hiszen ahogy hallhattuk, egyre trendibb a tüzes-vasas szakma a fiatalok körében. Már kora reggel felizzott a parázs a Tűzzel Vassal fesztiválon, a székesfehérvári Rácz utcai skanzen mesterekkel telt meg, míves bicskek, kések, ollók, borotvák és tízfegyverek készítőivel lehetett találkozni. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 15 éve rendezi meg a programot, kezdetben azért, hogy az eltűnőben lévő mesterségeket bemutassák, de mint mondják, ma már újra trendi lett a tüzes vasas szakma. Eltelt 15 év, és azt látjuk, hogy egyre több fiatal kapcsolódott be, tehát késes dinasztiák vannak, ahol most az unokák, unokaöcsök átveszik a szerepet, és nagyon örülünk meg, mert nagyon sok fiatal késes kiállító jött. Úgyhogy úgy éreztük, hogy tűzzel vassal véghez vittük, amit kitűztünk célul, és sikerült. Több száz fős tömeg, érdeklődő tekintetek és nagy gonddal készített bicskák, nagyjából ez a látvány fogadta egész nap a fesztiválra érkezőket. A mesterek közt is egyre több a fiatal alkotó, Nagy Attilának már a nagyapja kések és míves bicskák készítésével foglalkozott. Már a egészen kicsi korom óta ebben nőttem föl, tehát vásárokon vettünk részt, műhelybe besegítettünk, és akkor így, mikor elindult a pályaválasztás, akkor már nem volt kérdés, hogy természetesen folytatnám ezt a szakmát, és megszerette az ember ennek a varázsát, tehát tulajdonképpen amit magával vonzt, hogy egy anyagból miket lehet készíteni. Kreatív és trendi, így gondolkodik a szakmájáról a 20 éves mester. A munkáit nem csak itt lehet szemrevételezni, de közösségi oldalán is gyűlnek a lájkok. Mutatjuk is, hogy miért. Ebben már van egy népművészeti motívum, a napkorong, ugye a 12 hónapnak az ábrázolása, és a középen egy mozaik szegeccsel van díszítve. A penge az egy RVL 34-es porkászati rozsdamentes acél. A hátán egy rugódisz, ami végigfut, a markolata az pedig szaru. Tulajdonképpen már ezek, amiben a kreativitást ki lehet élni, itt már határtalan a díszítések tömtelege, lehet a penge hátát is díszítés. Ha már kések, akkor ne feledkezzünk meg a Beretvárról se. Kinyílt ugyanis a Borbély műhely, a bátrabbak ki is próbálhatták a kézi beretválást. De a kalapács és az üllőszó is betöltötte a skanzent a Tűzzel Vassal fesztiválon. Egy díszítő csigát készítek most. Díszítő csigát először el kell nyújtani. Lenyújtom, ez egy alapművelet a vasnak a megfeldolgozásában.
családi hagyomány alapján műveli a szakmát? Nem családi hagyomány, nem. Ez egy barátom révén kerültem ide összeve a kovácsolással. Már 22 éve. És van egy műhelyem, egy másik műhelyem is. Az Móron van a képzésükben, és egy szabadiskolában, és én ott tanultam igazán meg a kovácsolást. Hortobágyi pásztorokkal is találkozhattunk Fehérváron, sőt még a híres pásztor ételt, a slambucot is megkóstolhattuk. Idén ugyanis a pásztor élet volt a kiemelt témája a fesztiválnak. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta magazin, megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így egy hét múlva kedden, akkor is jelentkezünk, számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!